Gálik úr! Általános mentünk ilyen iskolai fogorvoshoz. Na tudni kell, hogy nagyon féltem a fogorvostól. Na mindegy, úgy volt, beültünk, ilyen váró volt. De ha bementél, megcsapott az a fogorvos szak, tudod? Már hideg kirázott, az évsorban, hogy 5.-6. lehettem. Előttem lévő csávó bemegy, hallom, de már 10-15 perce is zzz, fúrják, mint a hátiszta izomból. Kijön a gyerek, sír. Szóval, Gálik úr, most maga jön. Bementem, befekszek a székbe, nagy izé, Devella nő, itt ilyen bibircsóka, még szőrös volt, azt mondja, nincs csak a száját. Mondom, biztos, hogy nem tudom ki. Azt mondja izének, a segítőjének, fog le. Abba a pillanatban, hogy kimondta, hogy fog le, kiugrottam a székben, fog le anyádat, kiszaladtam. Osztályfőnök, ma azzal mentünk át, osztályfőnök, Gálik úr, hova megy? Á, én mondom, hogy a sinterfogorvosokhoz nem megyek be. Na onnantól fogva én iskolai fogászatra nem mentem. Mindig, akárhányszor iskolai fogorvos, jó, orvos, igazolás. Á, én nem megyek el, ilyen sinterek, azért biztos, hogy nem megyek. Gálik úr! Énekórás sztori. Hogy ne lenne énekórás sztorim? Egyszer majdnem megbuktam énekből. Hetedikbe? Vagy mikor így... Jó, hetedikbe. Itt tapsolni kellett, hogy titi, tá, tá, titi, meg ilyen hülyeség. Hát fogalmam sem volt, hogy kellett csinálni. Itt tapsoltam, de mindenki felelt belőle. Én már olyan 11-ére feleltem. Mindig egy számot így el kellett tapsolni. De fogalmam sem volt, hogy mikor ti, mikor tá. Mert annyi egyest összeszedtem, hogy az énekből az átlagom 1,00 volt. Már mikor már gyomógörcs, már majdnem elhánytam magam, kimentem felállni. Taps, taps, jó, üljön le egyes. Énekből. Elmondtam otthon, mondom, lehet meg fogok bukni énekből. Puff! Olyan nyakas kaptam, itt így az egész lezsippott. Addig kellett tanuljam ezt a titi-tá-tá, titi-gecit, még itt tapsolni, még le nem tudtam felállni 5-ösre. És akkor kiterülték az egyeseket. Ilyen ennél jobb szégyen világon nincs. Gálik úr! Volt olyan órán, komoly köpőcsövezésekben voltunk, tudod, ilyen kis izéttól szétszedett, és csak az a műanyag, vagy komolyba kilövött az ilyen galacsinogat. Na figyelj, a lényeg, volt egy osztálytársam, alszik így órán, nyitott szájjal. Pattársammal versenyeztünk, hogy ki tudja beleköpni így a szájába azt a kis galacsint. Vagy 20 percen keresztül köpködtük, beleköptem a szájába a csávónak, így aludt, így belement, fogta, így kiköpte, majdnem elhánytam magát, mikor én is majdnem elhánytam magam, azt mondja felordít, talán ő, Gálik úr beleköpte a számba a papírt. Mondom én, hát mondom, talán nem a tollam sincs, ha tudja nagyon jó, a tollam sincs, mindig állna a konyarálok, most se adott senki tollat. Odaült a tanár, ki szétpakoltatott mindent, nem volt nálam tolgeci, a pattársamnál volt tolgeci, beérte neki a szaktanárit azért, hogy ő köpőcsövezett órán, azt közben én köptem bele a szájába, és nem köpött be. Gálik úr! Egyszer volt úgy, hogy ilyen bal, mikor én hetedikes voltam, akkor ott balaknak a nyolcadikosok. És ilyen hülyen sort kellett, ilyen falat kellett állni. Volt vagy 40 fok, fekete-fehérbe kellett menni. Én is faszán kicsiptem magam, fekete nadrág, fehér felső, nem fordítva. Beállunk a sorba, de kurva meleg volt, 40 fok. Szakadt mindenkiről a víz? Rólam persze nem. Na mindegy, hagyjuk is. Gyerek mellettem áll. A sor végéről kettő ilyen kislány kiesik, megszólok, kik ezek? Te dőlnek össze-vissza, nem telt el 5 perc, kidőlt. Én az aztán, hogy Pálinc, segíts már levinni. Mondom, hogy nyúlok én ez a dögvíz gyerekhez? Mondom, hagyjuk, mert én nem nyúlok hozzá. Hogy mondhatsz ilyet, hogy milyen gyerek ez? Azonnal, segíts, fogd meg, aztán ha nem, akkor szoktál. Én mondom, akkor húzd le magad. Mondom, hogy nyúlok én ez a gyerekhez hozzá? Ha mondom, lehet be is szart, hogy nyúlok én hozzá? Mondom, mutassátok innen le. Beírás, tiszteletlen tanára, meg osztálytársa. Gálik úr! Motorbicikli sztori? Van. Volt, hogy a mamának vettünk egyszer egy motorbiciklit. Elmentünk érte, volt ilyen puttonyos kocsába, beletettük. Beültettek engem hátra, fogjam a biciklit, el ne dőljön. Na most kurva jó. 30 km volt az út, ültem hátul, vagyok egy 90 szintiszta izom. Na lényegtelen. Fogom a biciklit, kanyarokba, tudod mennyire vigyáztok, dőltünk jobbra-balra, behorpadt a bicikli, vissza kellett vinni. Másik bicikli, az már jó lett. Na hazaértünk, odaadtuk a már, kisfiam, szaladj már level a boltba. Hozzá már kis ezt, azt, amaz, felírt ilyen listát, hát így volt ilyen lista. Jó, oda megyek a boltba, semmi, jövök vissza. Falun, mindenhol kátyú, belementem a kátyúba motorbiciklivel. Így, tudod, ahogy láttad a filmet, pak, azt így átestem a kormányon. Velem borult a bicikli, minden nagy tejek, hebelestem a tejbe, minden. Eltört a kerék. Vissza kellett vinni megint. Hátul még egy kör. Gálik úr!
Hát sajnos az orvostól engem kitiltottak, igazából a gyerekorvostól is, meg a felnőttől is. Igazából a felnőttől nem, csak azt mondta a felnőtt orvosom, hogy csak akkor gyere legközelebb, ha tényleg beteg vagy, és elmesélem, hogy miért. A gyerekorvosom azt mondta nekem, hogy 17 éves koromban jelentkezzek onnan ki, mert senki nem hiszi nekem, hogy egyszer vagyok beteg. Mondom, semmi probléma. Átjelentkeztem a felnőtt orvosomhoz. Első kérdésem volt tőle, mondom, ezért kapok még az oltást? Azt mondja, persze. Mondom, nagyon helyes. Köszönöm szépen. Onnantól fogom minden szerdán megjelentem, hogy írjon ki engem már a hétre, tudod, csütörtök pénteken, el kelljen bemenjek iskolába. Ment is ez egy darabig. Egyszer bementem, hogy nagyon fáj a hasam. Megnyomkod, azt mondja, vakbélyegyen, most menjek be a kórházba. Kibaszott velem, ott ültem egész nap, kezdjük ott. Jön a kórházi orvos, megnyomkod, azt mondja, magának semmi baja, menjen innen. Visszamegyek, mondom, azt mondták, nincs semmi baj, tudom, beszéltem a kollégával, át akar minket verni, mi? Mondom, nem, pedig ennek magának semmi baja nincsen. Takarodjon onnan ki. Visszanézek meg az ajtóból, de azért kapok igazolást. Többet ne jön csak a beteg. Gálik úr! Egyszer volt úgy iskolában, nem felejtem el soha, de csak azért majdnem beledöglöttem. Órán, mondom, eszek egy, mondom, jó képű, mondom, nutellás palacsintát, mondom, pont akkor előtte nap nutellás palacsintát csinált, mondom, nagy képű, mondom, viszek az iskolába kis nutellás palacsintát. Az áptör jó óra volt, vagy valamilyen, tudod, ilyen, jóva. Eszem a nutellás palacsintát, de kurvajes voltam meg, és unyiba ettem, tudod. Ketté hajtottam, tudod, ilyen vastagra. Rámolít, tudod, kálik, ne legyen! Begyomtam a számba. Hát az volt a baj, hogy nem rágtam meg, lecsúszott itt a torkomra. Ebből a fejem ilyen... levegőt nem kaptam, 3 percig, így csináltam, majdnem ott döglöttem meg, fel tudtam így öklendezni. Kiesett a számból, geci. Kiesett a földre, beírás kaptam azért, mert órán undorító viselkedés. Mondom, undorító viselkedés, mondom, majdnem itt döglöttem meg. Nem érdekel, ez beírás. Amúgy se lehet enni az órán. Mondom, a rák vinne. Igenis, főnök, egyszer volt olyan, míg általánosba jártunk. És lehetett gyűjteni ilyen kis hupikék, törpikék figurákat. Nekem egy hiányzott, volt, hogy osztálytársam ellopta. Hát olyan 3-at 4-et oda ellopott belőle, tehát akkor már látszott, mert volt egy gyűjtő, és akkor látszott, hogy melyik nincs meg. Hát tőlem elloptak 3-at. Tudtam, melyik volt, azt mondom, add vissza, nem adja vissza, nem adja vissza. Nem szólok a tárnak, mondom, majd lerendezem. Mentünk a menzára. Nem adod vissza, nem adom. Belevertem neki a fejét a izében, volt ilyen babfőzelék. Belevertem a fejét kétszer a babfőzelékbe, visszaadta, és még ideadta azt is, ami nem volt meg. Erre mondják, ez erőszak nem megoldás, attól függ kinek. Köszönöm szépen. Gálik úr! Hogy ne lenne? Gyerekkoromban egyszer ivós játékot játszottunk. Én mikor fiatal voltam, és erős. Hogy majd még erre elkezdünk, ki tud többet megint, aztán felmény bulizni, szétcsapjuk magunkat. Jó van, megittam, nem akkor is kurva kemény gyerek voltam, mondom, beverek, majd mondom, egy pár égert. Megittam kb. Olyan 7 deci égert, tudod, annak a literesnek, a 3/4-ét, azt mondom, hogy 7 deci. Megittam, még nem volt akkor úgy nagyon semmi. Csak aztán beütött, megvakultam. Tehát, hogy annyira megvakultam, hogy csak ilyen foltokat láttam, itt most ezt a lámpát kb. Na most akkor azt úgy láttam volna. Na megvakultam, felmentünk blizni, nem láttam semmit, estem össze, buktam össze-vissza, elestem mindenbe, nagy nehezen valahogy hazakeveredtem, fogalmam sincs, hogy. Másnap reggel felkeltem, kinyitottam a szememet, így. Király, látok. Ahogy ezt kimondtam, visszaludtam. Olyan rosszul életemben nem voltam, tehát a jégerre gyerekek kurva óvatosan, mert életveszélyes. Egyszer volt úgy, hogy volt egy osztályfőnököm. Első nap volt, tudod meg ilyenek, de előtte már minket tanított. Angolra. Bejön egyfolytában beszél magyarul, és egyfolytában így Azt mondja, hogy érdekesített, bazen mondom, beszólok már, tudod. Felrakom a kezemet, de nem vártam meg felszólítson. Mondom neki, tárnál lehet egy kérdésem? Mondom, maga Angliába érzi magát? Vagy mondom, mit őszked itt, bazd meg egyfolytában? Hát nem, szerintem nem kellett több, nem loptam magam a szívébe. Aznap, első nap, akkor a szaktanári osztályfőnökit kaptam, nem fért bele az ellenőrzőbe. Első nap kidobtam a kukába, vettem egy újat másnap az irodába. Mondom, otthon nagyon üttek, ezt most már mondhatom.